Oroszlán, február második fele. Pozitívum, negatívum, és egy tanács. Na mit üzen az univerzum? Nézzük. Pozitívum, pozitív események. Nagy Arkánum! Aj, oh, de csodálatos kártyalap, maga a mennyország, maga a nyugalom, maga a béke szigete, maga a harmónia, az egyensúly, a mérték. Jókor jó időben lenni, jó helyen. Ez egy szerencsés pillanat, és egyébként az egyik védőkártyánk, a fenti erők vigyáznak ránk. És a mérték is. A mérték. Csodálatos kezdés. Mi lehet itt még? Érzelem? Igen. Valamilyen kellemes dolog? Kellemes utazás? Hiszen lovag. Lovag. Üzenet, utazás, hír, ami kellemes. Valamilyen kellemes dolog. Lehet ez um, szerelem is, így van, ilyen is lehet, mert a lovagok mutatnak ilyet, fő, főleg, hogy ez az a bizonyos szőke herceg a fehér lovon, de valamilyen kellemes dolog. És megint érzelem, megint érzelem. Tényleg hátra lehet dőlni. Kikapcsolódni, mert minden rendben lesz. Tehát úgy mennek a dolgok, ahogy kellenek. És ez maga a jólét. Amikor itt elégedett az ember az életével, amikor boldog, határtalanul boldog. Eddig csodálatos. Mi lehet itt még? Egy plusz információ, király: pénz. Pénz. Pénz áll a házhoz? Igen. Pénzesek lesztek? Igen. Valamit eladunk, vagy valamit veszünk? Ilyen is lehet. Például ez a kártya, ez mutat olyan dolgot, például egy gyűjteményt. Van egy gyűjteményünk, és ezzel kapcsolatos lesz valamilyen boldog idő dolog. Vagy gyarapodni fog ez a gyűjtemény, valamit veszünk még, vagy lehet, hogy eladjuk és hasonló dolgok. Uh -huh. De ez a király például lehet, vagy bak, vagy szűz, vagy bika például, aki segíthet nekünk. Adhat egy nagyon jó tanácsot. Lehető egy bankár. Lehet kell egy hitel, és sikerül. De itt siker. Tehát boldogság is van, pénz is van. Mi kell még? Hát kell egy csillag. Kell egy csillagos pillanat. Kell egy felejthetetlen pillanat. Kell egy szerencsés pillanat. Igen, az is lesz. Az is lesz. És ez maga a remény csillaga. Teljesülhet egy kívánságunk? Igen. Akár ez is lehet. Ez egyik kedvenc kártyám. Na nézzük, és jön egy ász. Jön egy lehetőség. Ott a kulcs a kezünkben, ami, vagy amivel ki lehet nyitni egy ajtót, meg lehet oldani egy problémát. Igen. Ez az ász, ez maga az ész, maga a logika, az információ például. Hmm. Jó, csodálatos kártyákat kaptunk. Negatívum. Negatívum. Mi lehet itt, ami negatívum? Például kérhetnek tőlünk kölcsön. A tanács, hogy ne adjunk. Mert nem kapjuk vissza a pénzt. Megnézzük tovább. Valami, vagy valaki, csalódást tud okozni nekünk. Igen, például kölcsönkér, és nem adja vissza. Ilyen is lehet. Egy kis csalódás, egy kis szomorúság, lehet ez egy apróság, lehet, hogy valaki elhagyja a fülbevalóját. És ez okozza azt a bizonyos szomorúságot. Ilyen is lehet. Tehát nem tragédia, itt ez a lényeg. Következő, tűzenergia jön. Tűzenergiát még nem kaptunk, és ezt hiányoltam. Viszont ez az akarat, az aktivitás, az előrehaladás a célokhoz, itt lehetnek akadályok. Valami nem fog gördülékenyen működni. Meg kell ezt oldani, lehet egyszer egy több problémát, ilyen is. Valami ki akar ugrani, és megint tűzenergia. Igen, választás. Választani kell ez, dönteni kell ezt, és lehet, hogy nem, nem akarjuk meghozni ezt a döntést, lehet, hogy ez egy nehéz döntés. Most utazzak, vagy ne utazzak. Kössek üzletet egy személlyel, vagy ne kössek vele üzletet. Uh -huh. Valamilyen döntés. Mi lehet itt még ötös? Tessék, jön a tűzenergia a ti energiátok folyamatosan. Ott a hármas, ott a kettes, most ötös, botok, ötös. Konkurencia, harc valakivel. Uh -huh. Valamiért meg kell harcolni, valamit újra be kell bizonyítani, hogy az nekünk jár. Uh -huh lehet, hogy kaphatunk egy anyagi támogatást, de arra az anyagi támogatásra több jelentkező van. És meg kell velük harcolni, ezért nem tudunk előre haladni úgy. Könnyedén. De valamilyen harc. És jön egy királynő, ez maga a kardok királynője, ez az ész, a logika, lehet, ez a királynő lesz a nagy akadály? Ilyen is lehet. Ez a királynő, ez egy ilyen tip, tipikus anyós típus, aki mindenbe beleszól, aki azt akarja, hogy minden úgy legyen, ahogy ő megmondta. Ilyen királynő lehet. Ez a királynő vagy vizöntő vagy lehet vagy ikrek, vagy mérleg elsősorban. Kérünk szépen plusz tanácsot. Mi van itt? A mértékletesség, ugyanaz a kártyalap. Itt van nekünk a legelső kártya, a legelső kártya, a legdominánsabb, a legfontosabb. Na most ez a kártya, maga, maga a mennyország, a mennyország kapuja, ahogy mondtam. Nyugodtan kell cselekedni. És ö, könnyedén. Könnyedén. Tényleg hátra lehet dőlni, mert minden rendben lesz. Egyszerűen ez a kártya azt üzeni, a mértéket tartani kell. Az nagyon fontos, a mérték. Legyen az pénzköltés legyen az evés például, akkor is a mérték. És békét és harmóniát kell teremteni. Az oroszlán az ugye tűzjegy, tűzijegy tud lobbanni, hát hiszen oroszlán. Most nem biztos, hogy ez fog minket előrevinni, mert kaptunk egy ázt például, és ez az ász maga a kardok, a kardok ez maga az ész, a logika, a hidegvér, a hideg fej. Most inkább ez az a dolog, ami visz minket előre, visz a sikerhez, visz az álmainkhoz, a célokhoz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!